Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. A 80-as években veszettül zúzott a B-csoport, ugye alig kötötték a mérnökök kezét, szinte bármit meg lehetett valósítani, hajtásképlet, motorteljesítmény, mindegy volt, csak gyors legyen. Hát elég sokan meg is haltak, autóversenyzők is, meg sajnálatos módon nézők is. Úgyhogy, hogy egy kicsit visszafogják a sebességet, kivezették a B-csoportot, és jött a Group A, ami hát olyan autókat adott nekünk, mint a Lancia Delta Integrale, a Ford Escort Cosworth, vagy épp a Suzuki Intarsia VLX STI. Csak hát látszik, hogy ezekkel az autókkal azért nagyon fényesre lehetett polírozni a márka image-et, és ebből a Nissan sem akart kimaradni. Úgyhogy, ha már volt egy jó kis kompakt autójuk, a Pulsar, vagy ahogy mi ismertük, a Sunny, fogták, és az ősi recept alapján 2 liter turbo összkerék, megcsinálták a GTI-ért! Ez itt az N14-es Sunny, és hogyha már jól megbeszéltük a modell belső kódját, amiről a gyárban ismerték, érdemes megemlíteni, hogy létezett N12-es Sunny is, ahogy a neve mutatja, 2 generációval ezelőtt. Na de, nem is azért érdekes nekünk, mert az N12-esből, képzeljétek, létezett Alfa Romeo változat. Úgy hívták, hogy Alfa Romeo Arna. Arna egyrészt egy olasz női név, másrészt az Alfa Romeo Nissan Auto Vehicle-nak a rövidítése, vagyis hogy Alfa Romeo Nissan Automobil. Ez egy Nissan átmatricázva Alfa Romeo-nak, ennél fogva nagyjából az egyetlen Alfa, amivel elmernék indulni a szomszéd vármegyébe. Az A-csoport szabálykönyve lényegesen szigorúbb volt, mint korábban a B-csoporté, meglehetősen közel kellett lenni az utcai autónak, a rally autóhoz, ami hát azt jelenti, hogy ha akartál egy ütőképes rally autót, akkor kellett csinálni egy jó utcai autót. A recept már igazából kész volt, sok gyártónál bevált, 2 literes turbomotor keresztbe, összkerékhajtás, meg egy kéziváltó ízlés szerint 5 vagy 6 sebességgel a GTI-erbe éppen 5 sebességes jutott. 1991-re érkezett meg Európába, 220 lóerővel, Japánban valamivel erősebb volt, mert ott ugye mások a kibocsátási normák, és 270 Nm-rel. És a B-csoportos homologizációs autókhoz képest ezekből azért lényegesen többet láttunk, hiszen itt megkövetelték azt, hogy modell évenként legalább 2500 darab homologizációs példánynak el kell készülnie, így sokkal, de sokkal több ilyen rally pályaszökevény került az utcákra, mint a 80-as években. Szóval annak ellenére, hogy mekkorát szakított a Mitsu az Evo-val, a Subaru az Imprezával, a Lancia az Integrale-val, vagy éppen mennyire népszerű lett a Celica különböző alváltozatai, is feltétlenül GT4, ahhoz képest a Sunny valahogy méltán lett elfeledett, és 15 000 darab készült belőle, 1000 darab balkormányos, ezt az autót is utólag balosították, tehát nyilván kellett hozzá egy balos kormány, mint egy balos tűzfal, és a másik 14 ezeret az pedig Cruiser néven a világ jobbkormányos országai között porlasztották szét. Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. De hogy mi volt a sikertelenség oka? Az oka az egy Lada. Tényleg nézzétek meg, gyártottak egy ilyen autót, hogy Lada oka. Na de. Ennek az autónak egyetlen jó eredménye volt 1992-ben a svéd rallin Stig Blomqvist behozta a harmadik helyre, és a Nissan ki is vonult a WRC-ből, mert nem nagyon akart összeállni ez a technika. Ellenben egy csoportban egy magáncsapat sikerült vele bajnokságot nyernie, ami azért nem kis dolog. De mégis valahogy a Subarunak és főleg a Mitsubishinek sokkal, de sokkal jobban sikerült a versenygyőzelmeket eladott autókra váltani. Aki eljutott idáig a száraz típus történetben, annak most végre lelőhetem a poént, mert hogy ennek az autónak semmi köze egy gyári Sunnyhoz, mert ez a turbo, ez úristen very big. És nézzétek csak, Tomei. Na most a Tomei az én emlékeimben úgy élt, mint az egyik legnagyobb múltú japán tuner, úgyhogy gyorsan fölhívtam Bálsikerit, hogy jól éle az emlékeimben. És igenis, meg nem is, mert a 2000-es évek elején ez a cég tényleg az egyik legkomolyabb név volt a japán autó piacán, hasonlóan mondjuk a HKS-hez. De
Aztán itt is megtörtént egyfajta minőségromlás, létrejött a Tomei USA, ami már aztán kiszervezi bérgyártásban az utcait, egész egyszerűen már nem olyan jó, de még mindig vannak amúgy nagyon nívós cuccaik. Ebben az autóban a hajtórudak, a dugók, a vezérműtengely, a dupla szeleprugó, és még egy halom más is a Tomeitől származik, tehát kimondhatjuk, hogy azért ez egy elég jófajta épített versenymotor, úgy is kell vele bánni, és jó, most tekintsünk el a turbogártól, de ez tényleg egy rohadt nagy csiga, egy bárral tölt. Nem biztos, hogy ezt a fajta kiépítést választottam volna, mert nyilván, ha dragozni akarnék az autóval, akkor tökéletes, de hát egy összkerekes, kompakt, könnyű kis autó, az nem dragozni van, hanem kanyarodni. És egy jól méretezett turbóval ez egy nagyon éles autó tud lenni. Valamit szögezzünk le már az elején. A show, a műsor az első osztályú. Tehát a turbónak a fütyülése, nem viccelek, az szinte elnyomja a motorét. Tényleg, nézd? Nagyon beteg, és tényleg az ember nem tud szabadulni a gondolattól, hogy mekkora turbó van ezen az autón. Ugye szoktunk panaszkodni ezekre a régi japán autókra, hogy azért hát jellemző a késés, meg hasonlók. 4500-nál kezd betölteni. 4500-tól jön meg az ereszdel a hajam. Előtte van egy autónk, ami így szépen mackósan elmozog, kázi, mint egy 2 literes szívó. Na jó, azért nem, de 4500-nál jön meg a valódi ereje ennek az egésznek. Hát nagyon-nagyon képben kell lenni a valóban gyors vezetéshez, és egy kicsit, hogyha nem egy turbós összkerekes Nissanban ülünk, ugyanaz van, mint tavaly. Attila csodálatosan megépített HKS R32 GTR-ével, a Skyline R32 GTR-rel. Vagy azt gondoltam, hogy majd így fölmegyek a meccsekbe, összkerék kormányzás, összkerék hajtás, G-szenzorok, minden, majd így magam alá tekerem a szerpentineket. De nem, mert az is egy borzasztóan felhangolt motor volt, magas fordulatra behangolt motor, amit nagyon-nagyon ismerni kell, és főleg nagyon tudni kell vezetni ahhoz, hogy ott tud tartani az erős tartományában. Én erre akkor a meccsek szerpentinjeim akkor nem vállaltam rá, és a Sunnyban sem fogok, mert én ezt az autót ezeken a szűk kanyargós utakon nem tudom konstans 4500 fölött tartani, alatta meg hát kis túlzással visszaburul. Úgyhogy marad az, hogy az ember néha így elszúrogatja egyenesbe, bele-bele kóstol ebbe az őrült Dodge-embe, mert hát tényleg őrült. Kicsi a tengelytáv, kicsi a súly, és eszetlen sok az erő. Nagyon-nagyon-nagyon megjön, amikor megjön. A baj csak az, hogy érzésre ez most egy nagyjából 90%-os autó, tehát pont egy picit kéne még dolgozni rajta ahhoz, hogy igazán durva ereszdel a hajamat lehessen bele csinálni. Ilyenekre gondolok, hogy például a motortartó bakuk egy kicsit kivannak, ezért amikor az ember magas fordulaton vált, és ugye a nyomaték megcsavarja az egész motorváltó kettőst, akkor nem feltétlen veszi be a fokozatot, vagy hát rosszabb esetben nem azt a fokozatot veszi be, amit szeretnék. És azért egy money shift, amikor egy jól kiforgatott 3-asból 2-es lesz, az drága. Nagyon. És a másik dolog, hogy oké, kell bele a 2-es interkuplung, mert pokoli erős, tényleg nagyon-nagyon erős ezt a gyári egytárcsást valószínűleg már, hogyha felszinterezik, sem viselni el, és emiatt az ember folyton vakkesgézik, nagyon pontosan kell illeszteni a fordulatot, amikor hozzáigazítjuk visszaváltásnál, de hogy megint nem tudjuk meg, hogy milyen egy Nissan Sunny GT-R, mert ezt az autót már több ember építette, mindenki belevitte kicsit a világlátását, mindenki belerakta azokat az alkatrészeket, azokat a megoldásokat, amiket jónak látom, és távol kerültünk a valóditól. De azt érezni, legalábbis egy Evo-val vagy egy Imprezával összehasonlítva, hogy ez az autó, ez egy erős Nissan Sunny összkerékhajtással. Ha szeretnétek látni ilyen és ehhez hasonló különleges japán youngtimereket, akkor gyertek el június 1-én és 2-án Pécsre az Expo Centerbe, mert ismét megrendezik a Japanese Classic Car Show-t. A parkolóban lesz egy kis drift és bandázás, bent pedig ilyenek. Úgyhogy szerintem érdemes lesz jönni. Szóval ez itt egy SR20-as motor, ez ismerős lehet a Nissan hosszmotoros hátsókerekes kupéiból, de
Hát eltekintve a blokk geometriától, tehát a fülöklöket viszonytól és mondjuk a hengerek távolságától, a keresztbe beépített SR20-nak tulajdonképpen semmi köze a hosszába beépített SR20-hoz, máshol vannak segédberendezések, a konzolok, stb. Nem csereszabatos. Bizonyos tekintetben amúgy jobb motor, tehát a főtengely kenése jobb, vastagabb hengerfejcsavarokat használnak benne, és például amikor a Mazworks, ami SR motorban eléggé büfé, nekiáll átfaragni, akkor sokszor előfordul, hogy az igazán erős építéseknél átveszik ennek a motornak a főtengelyét a jobb kenés miatt a hosszmotoros változatokba. Vannak amúgy a motornak jó megoldásai, de főleg tuningnál jönnek ki a hátrányok. Ez egy teljes egészében alumínium motor, tehát alumínium a blokktömb, alumínium a hengerfej, acélkengyelek fogják a főtengelyt, ezen van egy alumínium merevítőkaloda, ami egy tök jó megoldás és nagyon racse, de ahogy haladunk fölfelé, elkezdődnek a problémák. Például ez egy acélhüvelyes blokk, de érdekes módon a hüvelyeket nem tolták végig, hanem fölötte hagytak egy 3 mm-es aluperemet, amiben van egy sliccelés a hűtés miatt, és ez, ha az autót elkezdik terhelni tuningnál, vagy minimálisan becsörög, akkor ezt ki tudja tolni, és hengerfejesedik. Tehát, hogyha valaki igazán erős SR blokkot akar, akkor ezt a sliccelést le kell hegeszteni. Érdekes a hengerfejben az is, és szintén problémákat okoz, hogyha elkezdik feszegetni, hogy ez egy dupla himbás hengerfej, vagyis fele annyi bütyök van a vezérműtengelyeken, mint amennyit a szelepek száma indokolna. Ezért egy ilyen Y alapú himbát alkalmaznak, aminek az egyik felét billegteti az egy vezérműtengely bütyök, és a villa más, a ketté nyitott villa vég a két szelepet mozgatja. A hézagolásnál és egyebeknél tud ez problémát okozni, amikor belapkezzek a szelepemelőket, és hogyha elkezdik terhelni a motort, akkor ez akár el is tud törni. De akkor miért is lett olyan népszerű az SR20, hogyha igazából ez egy nem egy annyira jól terhelhető motor? Hát egyrészt mostanra azért kigyomlálták ezeket a gyermekbetegségeit, és a tünetek azért kiismerték. Másfelől régebben egyszerűen nem volt más. Tehát Amerikában, ami mondjuk a 200SX, vagy hát a 240SX-nek az egyik fő piaca volt, meg lehetett venni az autót a KA24-es motornak a két verziójával. Az egyik egy eléggé punnyadt 12 szelepes teherautómotor volt, a másik egy kicsit kevésbé punnyadt 24 szelepes 24-es motor volt. És hát ők is akarták a lóerőt, úgyhogy behajózták konténerben Japánból az SR20-as motorokat, beleejtették, aztán elkezdték húzni, és ment mint állat. Mostanra viszont, hogy megvan a lehetőség, meg megvan az utángyártott alkatrészpiac, sokkal több értelme van a KA24-es, tehát a 24-es sor 4-et tuningolni, hiszen ott vasból van a blokk, könnyű fém a hengerfej, egész egyszerűen jobban terhelhető, és mivel nagyobb a lökettérfogat, ezért jobban is lehet húzni. És nyilván a Sunny-nál ezek a kérdések nem is annyira merülnek fel, hiszen ez gyárilag egy SR20-szal szerelt autó, de nem is annyira ugrott rá a tuningipar, hiszen ahogy arról szó volt, meglehetősen kevés van belőle. Van az autónak amúgy magyar vonatkozása is, Harsányi Zoltán 2005-ben ilyen lett rallycross bajnok. Az az autó már addigra eléggé összeállt, eléggé kitapasztalták, hogy mit, hogyan kell, és a kis tengelytábbal, valamint a teljesítményével ütőképesen tudott mozogni a rallycross mezőnyben. Sok dologban elmaradt riválisoktól, itt ugye nem volt aktív középső diffi, mint egy Subaruban, nem volt AEC, mint egy Evo-ban. Ez egy egyszerű viszkós összkerékhajtás. Hát olvasni olyat, hogy a hátsó diffiben is volt valami viszkókuplungos megoldás, hogy valamennyire tudjon zárni, hogyha elforogna, de erre azért nem tenném rá a nyakamat. Az viszont mindenképpen érdekes, hogy módosítani kellett a kardánra mutat, hogy egyáltalán megoldható legyen a hátrahajtás, mert a Sunny-nak ugye nem volt hátsó kerékhajtású, vagy hát összkerékhajtású polgári változata, csak a GTI-er. Ennek ellenére viszont ez az autó meglehetősen jól ment, és hogy pesties szlengen mondva, vagy 20 évvel ezelőtti pesties szlengen mondva, lehetett vele meglepetéseket okozni, és nem olyan meglepetéseket, hogy még lassabb, mint gondolnád, hanem hogy ment. Hát az Autocar csinált tesztet vele a Hockenheimringen, és ezzel az autóval gyorsabban körbeértek, mint a többi más A-csoportos rally pályaszökevénnyel, és hát a gyár ilyen 6 elejé gyorsulást adott meg neki, de akárhol lemérték, azért az derült ki, hogy jellemzően inkább 5 eleje az a gyorsulás, ami hát tényleg annak tudható be, hogy az eleve vékony lemezből készített könnyű japán autó korában, ez nem csak egy könnyű vékony lemezből épített japán autó volt, hanem egy kicsi is, azért nem lényegesen több kaszni van körülöttünk, mint egy esztergomi Hatchy Swiftben, de van benne egy 2 literes turbomotor összkerékhajtással, tehát a súlylövő aránya az elég disznó. Tekítsünk el ezektől az ülésektől, mert ezek nem az autó saját ülései természetesen, azért is van ráírva, hogy Ricardo,
Attila, hát nyilván Bukman Attilánál vagyunk, már intézkedett az ügyben, és érkezik a gyári ülészet valahonnan Angliából. Ez még amúgy a korabeli japán színvonalnak megfelelően is egy lohasztó beltér. Ez a Nárdi kormány ez sokat hozzátesz, bár mivel nagyon kicsi a kormány, hogy azért az ember keze, főleg a gépészkedés van, folyton beleér ide a kezelőszervekbe, aztán akkor megy a visszakettő ablaktörlő. Ezen felül az egyetlen dolog, ami egész kicsit visszaemeli az ember pulzusát mínuszból pozitívba, az a három darab mérőóra. Van egy olajnyomásmérőnk, egy turbó nyomásmérőnk, ami szépen kelebólál, és hát ugye az eredeti GT28-as Garrett az 7 tizeddel töltött, ezt itt fel is tüntették. Ez most itt egy bárral tölt ezen a beállításon, és tudna még jóval többet is. A Sunny az úgy néz ki, mint a 90-es évek elején az összes Európába szánt Nissan. Sehogy! Tényleg, nézzetek rá! Hát ez egy Almera, az az autó, az amitől nem megszűnik a pulzusod, hanem mínuszba megy. De! És ez egy nagyon fontos de! Amikor ráraknak egy ekkora légbömlőt, meg egy ekkora bucit, ami elkezd arra utalgatni, hogy itt bizony kicsit örült mérnökök vannak, akiket kicsit hagytak végre garázdálkodni, meg így kinyitják a száját, most tekintsünk el ettől az indokolatlan méretű coolertől, meg főleg a hátuljára rátesznek egy ilyen mokány kis szárnyat, ráültetik négy jó méretű, színben passzoló felnire, akkor még egy Sunnyból is lehet kívánatos autó. Most már azért órák óta nézzük, és eszméletlen dögös. Tényleg, ahogy nézed az elején a nagy lyukakat, a bucit, a rostélyokat, a beömlőket, azt érzed, hogy ebben az autóban valami irgalmatlan technika van, ami ki akar belőle szakadni, és amúgy tényleg, csak ezt most a forma is kommunikálja. Zseni! Valójában ezen autó alapján nem szabad megítélni a Sunnyt, hiszen olyan szinten átépítették, hogy semmit nem tudunk meg arról, hogy milyen volt valójában a Sunny. Mert ugye belülünk mondjuk Attila gyári Evo 6-osába, vagy gyári Imprezájába, és jó közelítéssel tudjuk, hogy milyen volt az az autó. Viszont ez olyan messze van az eredeti valójától, hogy sosem fogjuk megérteni, még csak satszolni sem tudunk, hogy milyen lehet. De fogadjuk el a kánont, nem olyan jó, mint egy Evo. Az Evo meg az Impreza egy olyan autó, hogy akárkivel beszélsz, akármit olvasol, akármilyen videót nézel, el fogják neked mondani, hogy az csúcs. És beleülsz, nagyon jó. Vezettem Zambelli Ákos Evo 6-osát. Komolyan az egyik legélesebben élő autós emlékem. Vezettem Roland barátom Impreza VRX R-ráját, ugye a Rally Advocate-et, ami a szigetelés nélküli ajtóhatároló nélküli, teljesen mechanikus, hátul sperres, középen aktív hajtásos rally autó alap, amiből a rally autót csinálják. Egy csoda, tényleg egy álom. De ezt tudjuk. A Sunnyról viszont nem tudtam, hogy milyen. És hogy egy kicsit rossz, és az a rossz is egy nagyon érdekes skálán értelmezendő tekintve, hogy ez is elmúlt 30 éves, szóval, hogy nem olyan, mint azok, az igazából nem számít. Mert az ember megtapasztal valami újat, valami érdekeset, valamit, ami még nem volt. Nem került be ez az autó a mainstreambe, nem voltak versenysikerek, nem volt legendaépítés, nem volt, és igen, erről beszéltem. Ez most egy padlón áttaposott kuplung volt, jaj, a kedves Teslás beenged, nagyon kedves tőle, bár mondjuk, hogyha versenyezni akarná, nem sok esélye lenne. Szóval, hogy ez egy padlóig betaposott kuplung volt, és még így sem vette be a fokozatot rendesen. Itt azért még egy kicsit majd állítgatni kell, megmondom valószínűleg magyar utazathoz vagy a motortartóbakokhoz hozzá kell majd nyúlni. Szóval, hogy nem sikerült olyan jól a legendaépítés, mert nem voltak versenysikerek, ezt nem sikerült átváltani vevőkre, úgy, mint mondjuk a Subaru-nak. Hát gondoljatok bele, hogyha megkérdeztél egy gyereket a 2000-es években, hogy tud-e mondani bármilyen Subaru-t az Impreza VRX-en kívül, hát garantáltan nem tudott. Mert egész egyszerűen az élt a fejedben, hogy az Impreza az a rally autó. Colin McRae, Richard Burns. Nem volt más a fejedben az autó kapcsán. A Nissan Sunny akár lehetett volna ilyen is, de nem lett ilyen. És pont ezért tetszik, hogy most megélem, hogy milyen ez az autó, illetve hát nyomokban Nissan Sunny-t tartalmazó autó. Mert ezzel nem volt tele a média, nem voltak tele a rallipályák, és nem lett belőlük ilyen hétvégi utcai harcos, mint a másik kettőből, vagy esetleg még ide tehetjük nyugodtan a Celica GT4-t is. Szóval újat megtapasztalni mindig jó, még akkor is, hogyha esetleg nem ér fel a riválisokhoz. Aztán, hogy gyári állapotában Mizu, a fene tudja. Ez az autó annyira messze van a gyári állapotától, amennyire csak lehet.
megint csak azokra az autokártesztekre tudok hivatkozni, hogy voltak versenypályák, ahol ez bizony gyorsabb volt, mint a másik kettőnek az utcai változata, hogy az éppen mi volt, VRX, VRX STI, RA, vagy valami egyéb ilyen limitált széria, Evo, GS, GSR, nem fogjuk megtudni. De az biztos, hogy bizonyos körülmények között ennek az autónak gyári változatával nagyon súlyosan oda lehetett csapni. Én most úgy érzem, hogy kellően kevés lemez van köztem és a külvilág között ahhoz, hogy inkább kivegyem a zsebont ebből az őrült Dodge-emből, és visszaadjam Attilának, mert van nála ennél alkalmasabb eszköz is arra, hogy megtapasztaljuk az utcai rally autót. Szóval egy régen vágyott autót lehúzhatok a bakancslistáról, nem voltak vele nagy elvárásaim, jó pofa, de nem nőtt fel hozzá. Viszont legalább megvolt, és tudom, hogy milyen. Én megbízom benne, hogy Attila mániákossága ezt az autót is készre reszeli majd, aztán egyszer majd kipróbáljuk, hogy milyen, amikor jó. Mert már nem kell sok. Csak ami hiányzik, az nagyon hiányzik.